A mai adásban két elhúzódó betegséggel foglalkozunk. Varga Gábor hatóanyagkutató ellátogat a Debrecen környékén élő Ibolyához és Jánoshoz, hogy beszélgessen velük gyógyulásukról, tapasztalataikról. Vaszil László orvosszakértő mesél a Lyme-kor veszélyeiről, megelőzéséről, gyógyításáról. Megtudhatjuk, hogy a radioaktív sugárzás milyen hatással van szervezetünkre. Ibolyának bőven akadt egészségügyi gondja az eltelt hosszú években. Problémái akkor kezdődtek, mikor egy kullancsípés következményeképpen Lyme-korral fertőződött. Szoboszlai Ibolyánál vagyunk Debrecenben, és vele már többször beszéltünk különböző betegségeiről, és régóta ismeri a gyógygomba kivonatokat. Ha jól emlékszem, az első probléma, amivel sok évvel ezelőtt megkereste a gyógygombákat, az a Lyme-kor volt. Visszaemlékszik még arra az időre, hogy milyen problémája volt a Lyme-kor szövődményeként, illetve milyen hatás volt a gyógygomba kivonatoknak, miután elkezdte ezeket szedni? A kullancsípés után nekem idegrendszeri tüneteim voltak azok, amik kiemelkedőek voltak, ami azt jelenti, hogy az agynak a tevékenységét mindenféle téren gátolták. Nem tudtam rendesen kommunikálni, nem tudtam rendesen írni, beszélni. Betűket cseréltem fel. Ízületi problémáim voltak kezekben, lábakban, de ami fő probléma volt az, hogy az agyi kvalitásom az teljesen leépült. A tanulással probléma volt, tehát abszolút nem tudtam megjegyezni dolgokat. Elfelejtettem mindent. Tájékozódási képesség problémám volt. Ami azt jelentette, hogy ha elindultam, 2-3 lépés után nem tudtam, hova megyek és miért. Színeket tévesztettem. Nem tudtam egyedül közlekedni, tehát az, hogy piros volt a lámpa, vagy zöld volt, én simán átmentem a piros lámpán, mert azt hittem, hogy zöld, tehát színtévesztésem is volt. Bőr problémáim is voltak. Tehát végül is én azt mondhatom, hogy a Lyme téma nekem a hajam tetejétől a talpam aljáig minden szervemet érintett. A Lyme-kor nevű betegséget egy kórokozó, a Borrelia burgdorferi nevű baktérium okozza. A Lyme-kor az esetek többségében jóindulatú, magától is gyógyuló betegség, de néha agresszív és elhúzódó lefolyást mutat, akár évtizedekig is eltarthat. A kórokozó baktérium kullancsok bélcsatornájában él, és a fertőzött kullancs csípése során kerül az emberi szervezetbe. A fertőzött kullancsnak átlagosan 36-48 órát kell a bőrben tartózkodnia ahhoz, hogy a kórokozó átjusson az emberi szervezetbe. A Lyme-kor az emberi szervezet számos pontját megtámadhatja, és rendkívül változatos tüneteket okozhat, amely tünetek nagy része ráadásul nem specifikus a Lyme-korra, ami azt jelenti, hogy ugyanezeket a tüneteket sok más betegség is okozhatja. A Lyme-kor kezelés nélkül három fázisban zajlik. Az első fázis a korai helyi fertőzés fázisának kezdeti típusos tünete, a csípés helyén megjelenő jellegzetes, idővel egyre növekvő átmérőjű, kör alakú, céltábla rajzolatú bőrpír, az úgynevezett eritéma migráns. A fertőzést a korai szakaszban ritkán általános tünetek is kísérik, például nyirokcsomó duzzanat, fejfájás és fáradtság. A bőrpír 3, de legkésőbb 30 napon belül a fertőzések 70-80%-ában megjelenik, leggyakrabban a 7. napon. A bőrpír napokig látható, átmérője fokozatosan növekszik, miközben a csípés körüli rész, a bőrpír közepe már gyógyul, normál színű. Az így kialakuló, gyűrűszerű elváltozás átmérője akár az 1 métert is elérheti. A bőrelváltozás nem viszket, nem fájdalmas, de általában meleg tapintatú. Sok esetben a nem fertőzött kullancs csípésének a helye is pontszerűen bepirosodik, vagy akár meg is duzzad, de fontos tudni, hogy a méretét nem változtató, 5 cm-nél kisebb átmérőjű bőrpír, amely 3 napon belül elmúlik, biztosan nem eritéma migráns, azaz nem a Lyme-kor jele. Amennyiben a fertőzést nem kezeljük, a betegség a második fázisba lép. A második fázisban már nem helyi fertőzésről van szó, ekkor a kórokozó már szétszóródik a szervezetben, és a csípéstől távol eső helyeken is változatos tüneteket okoz. A második fázis tünete lehet féloldali arcizombénulás, erős fej- és nyakfájás,
ízületi gyulladás a nagy ízületekben, idegrendszeri gyulladás vagy szívritmus zavar. Az idegrendszeri tünetek között mentális és pszichés zavarok is szerepelnek, például viselkedésváltozás, depresszió, memória és koncentrációzavar. Ezek a tünetek hetekkel a csípés után alakulnak ki, és néhány hónap alatt kezelés nélkül maguktól is megszűnnek. A Lyme-kór harmadik fázisa hónapokkal vagy évekkel később, hosszú tünetmentes időszak után jelentkezik. A betegség a harmadik, krónikus fázisban számos szervet érinthet, például a központi idegrendszert, az idegpályákat, az ízületeket, a szemet vagy a szívet is, kialakulhatnak különféle mentális zavarok, agyi leépülés, érzészavarok, bénulások, látászavarok vagy változatos szívritmus zavarok is. A Lyme-kór vérből történő laboratóriumi diagnosztizálása, a szerológiai vizsgálat technikailag egy nagyon bonyolult kétlépcsős folyamat, amelynek során a szervezet kórokozóra adott immunválaszát, a termelődő ellenanyagokat próbáljuk kimutatni. Fontos tudni, hogy a vizsgálat első lépcsőjének az eredménye nagyon megbízhatatlan, csupán tájékoztató jellegű eredménynek tekinthető, arra diagnózist alapozni vagy az alapján kezelést indítani nem szabad. Az első lépcsőben kapott pozitív eredmény mindössze azt jelenti, hogy el kell végezni a vizsgálat második lépcsőjét is. Sajnálatos módon ma Magyarországon a vizsgálat második lépcsője nehezen hozzáférhető, csak szakrendelőből kérhető vizsgálat, ezért sok beteg vizsgálata elakad az első lépcső után, illetve annak megbízhatatlan eredménye alapján a betegek nem mindig a megfelelő kezelésben részesülnek. Mindez azt jelenti, hogy ha a bőrpír megfelel a diagnosztikus kritériumoknak, a vérvizsgálat elvégzése felesleges, a kezelést anélkül is meg kell kezdeni. 8 évig tartott ez a betegségem, 2005-ben volt a kullancs csípésem, 2011-ben az utolsó infúziós kezelésemkor volt egy hemoglobin pusztulásom, egy olyan mértékű, aminél 30 maradt a hemoglobinom, és akkor vért kaptam, transfúziót, és azután voltak még elég komoly tüneteim. 2013 tavaszán kaptam infektológiától gyógyult státuszt, és 2011 óta eszem a gyógygomba kivonatokat folyamatosan. És 2011 előtt milyen gyógyszereket próbáltak adagolni önnek? 2011 előtt nagyon nagy dózisban nagyon erős infúziót kaptam. Igazából éves szinten voltak ismételve. 2006-ban kétszer kaptam, de ez azt jelenti, hogy 21 napon át napi 2 gram infúziót, ezt el lehet képzelni, hogy milyen adag. 2006-ban kétszer, és aztán évente periódikusan meg lett ismételve ez a nagy kúra. 2011-ben nem lett befejezve a kúra, mert a 16. infúziónál már nem tudtunk tovább lépni. A Lyme-kór kezelésére mindössze 5 antibiotikumot használhatunk. A kezelés időtartama szokatlanul hosszú, antibiotikumtól függően 20-40 nap. A választandó antibiotikum függ a betegség előrehaladottságától, megjelenési formájától, a beteg életkorától és az esetleges egyéb társbetegségek fennállásától is. A betegség ellen az 1990-es évek végén az Egyesült Államokban kifejlesztettek egy vakcinát, de rövid időn belül visszavonták a piacról, mert az oltóanyag bár hatékonyan védett a Lyme-kór ellen, de az oltottak között az autoimmun betegségek számának megemelkedését figyelték meg. Tehát 2011-től 2013-ig tünetmentessé vált a Lyme-kórból. 100%-ban. És csak a gyógygombákat alkalmazta ebben az időszakban? Semmi mást, semmit. Tehát antibiotikumokat sem? Nem. 2011 január vége óta én semmi nemű antibiotikumot nem kaptam Lyme témában, semmit. Nem sokan szokták érteni, hogy a gyógygombáknak van antibiotikus hatása is, hasonló az antibiotikumokhoz, de mellékhatások nélkül egyébként, tehát a bélrendszerre nincsenek káros hatása, illetve immunmoduláns hatása is van. Tehát a Lyme-kór tönkreteszi az immunrendszert, és az immunrendszer gyakorlatilag megtámadja a szervezetet, amelyben működik, egy autoimmun jellegű tünetek jelennek meg a Lyme-kór hatására, ami megtámadhatja, mint önnél is történt, az idegrendszert, megtámadhatja az ízületeket, akár orientációs emlékezett zavarokkal is járhat a probléma. Ilyenkor szoktak nagy dózisú antibiotikumokat adni, de ezek szerint önnél ez egy idő után nem vált be, illetve hatástalanná vált, vagy nem volt tovább adható, és ezért döntött úgy a
hogy a gyógygomba kivonatokat szedi, és mit tanácsol azoknak, akik hasonló helyzetben vannak? Nagyon sok folyadékot kíván a gomba. És én azt mondom, hogy ha sokat is iszunk, ugye vese és minden rendszerünk ezáltal még tisztítódik is. És amire nem figyelnek az emberek, míg eszik a rengeteg antibiotikumot, a májat mi védi? Semmi. A rengeteg gyógyszer, máj, vese, lép, olyan fontos szerveinket tesz tönkre, amire nem is figyelnek az emberek, bélrendszerről meg már ne is beszéljünk. És itt van a gyógygombáknak a legcsodálatosabb hatása, nem károsítom a szervezetem semmilyen formában, és egy csodálatos hatást tudok vele elérni. Mit szóltak az orvosok ehhez, amikor tünetmentessé vált, gyógyszerek nélkül? Van olyan orvos, aki azt mondja, hogy elfogadja, és el is ismeri a hatását. Van, aki szkeptikus, és azt mondja, hogy hát, ő ebben nem hisz, és nem is érdekli, és nem is lehet vele beszélni sem. De engem igazából ezek soha nem érdekeltek. Egyszerűen 2013 tavaszán leírták a papíromra, hogy gyógyult vagyok. Mit tudja javasolni azoknak, akik félnek a Lyme-kortól? Mit tegyenek, hogy megelőzzék a problémát? Hát nem félni kellene. Alapból a természetet imádom. És attól függetlenül, hogy így jártam, én ki fogok menni a természetbe, és van kis kertem és növényeim, és nem is tudnék élni nélkülük. Fontos tudni, hogy ma a köznyelvben használt kullancs elleni oltás egy kullancsok által terjesztett, de a Lyme-kortól teljesen különböző, és attól százszor ritkábban előforduló vírusos idegrendszeri megbetegedés ellen biztosít csak védettséget, tehát oltott személyeknél is elengedhetetlen a kullancs vizit egy-egy kirándulás után. A Lyme-kor megelőzésére a kullancsokkal szembeni védekezés a legjobb módszer. Fontos a megfelelő öltözet, és használhatunk kullancsriasztó készítményeket is. Amennyiben kullancsot találunk a bőrünkbe fúródva, a legfontosabb tennivaló a kullancs azonnali eltávolítása. Ehhez használhatunk kullancs kiszedő csipeszt, de a körmünkkel összecsippentve egy határozott mozdulattal, speciális eszköz nélkül is el tudjuk távolítani a kullancsot. Az eltávolított kullancs bevizsgáltatását a Magyar Infektológiai Kollégium nem javasolja. Tudnillik, kezelést csak a jellegzetes bőrtünetek megjelenése esetén kell kezdeni, és ha időben eltávolítottuk a kullancsot, akkor még a fertőzött kullancs sem tudja átadni a kórokozót, tehát nem okozhatott betegséget. János 56-ban született Debrecenben. Szállítással és kereskedelemmel foglalkozik, sok-sok emberrel találkozik nap mint nap. Hobbiból amatőr rockzenekarban gitározik és énekel. 86-ban a csernobili atomkatasztrófa után pár héttel egy súlyos hámlás indult meg a tenyerén. Ezután fájdalom és szégyen jellemezte az életét 2 évtizeden keresztül. Az orvosok tehetetlenül álltak, még diagnosztizálni sem sikerült a jelenséget. Kétségbeesésében már az internetre akarta feltenni a történetét, onnan várt segítséget, amikor váratlan dolog történt. Kaszás Jánosnál vagyunk Debrecenben, akinek 1986-tól súlyos bőrpanaszai jelentkeztek a kezén, és beszámolói alapján az orvosok sem tudták, hogy miről van szó, és nagyon súlyosan érintette az életminőségét is, hiszen még kezet fogni sem mert emberekkel, nem tudták, hogy mitől van ez a bőrbetegség, nem tudták azt sem, hogy fertőző-e vagy sem. Elmesélt, hogy nem merült fel önnél, hogy összefüggésben lehet Csernobillal, de későbben ez is szóba jött. És ez mit jelentett ön számára mindennapokban? El tudná ezt mesélni? Ez a bőrbetegség milyen tünetei voltak? Ugye említett, hogy gyulladásos volt. Igen, gyulladásos volt, felpuffadt, repedéses. Akkor, ha véletlenül egy picit jobban megdörzsöltem, akkor a vérzés és maga az a fájdalom, amikor ugye, ha összeszorítottam a kezemet, és ugye égett végig. Nem lehetett rendesen se dolgozni vele, se fogni. Az első bőrgyógyásznál, amikor elmentem, megmutattam a kezemet, hogy valamit csináljon vele. Ugye kiírta a kenőcsöt, és majd megkérdeztem tőle, hogy doktornővel a betegséggel mit lehet kezdeni, és ő erre azt felelte, hogy ebben élnem kell. És hát ugye elkeseredésemben azért ugyanúgy kentem a kezemet, gyógyítgattam. Több bőrgyógyászt utána felkerestem, sajnos egyik bőrgyógyásztól se kaptam olyan pozitív dolgot, hogy ez most már gyógyulásra fog jönni, hanem ugye mindegyiknél arra volt a válasz, hogy esetleg csak úgy lehet tovább gyógyítani, huzamosabb
kezelések után. És hát ugye én ugye rengeteg kenőcsöt kaptam, kenegettem, és semmi javulás nem történt. Sok mindennel próbálkoztam, sós vízzel, akkor ecetes vízzel, mert ugye nem tudtam felfogni ezt, hogy most ez nekem milyen betegség lehet. Nem elhanyagolható az sem, hogy ez 1986 után alakult ki, éppen akkor, amikor a csernobili katasztrófa megtörtént, és éppen akkor ön akkor említett, hogy Hortobágyon volt. Hortobágyon sík területen voltam, és egész napot töltöttem. Ott érhette ez a sugárfertőzés, és valószínű az sem kizárható, hogy egyfajta sugárbetegség alakult ki. Ionizáló sugárzásnak nevezzük azokat az elektromágneses sugárzásokat, amelyek elég energiát hordoznak ahhoz, hogy bizonyos atomokból és molekulákból elektronokat szabadítsanak fel, azaz ionizálják azokat. Az ionizáló sugárzások hatással vannak az élő szervezetekre is, hatásuk dózisfüggő. A sugárzás dózisát szívert mértékegységben mérik, amely egység a szervezetben elnyelődött sugárzás által bevitt energia mennyiségével arányos. Nagyságrendileg elmondható, hogy egy szíver dózis elszenvedése már kimutatható rövid távú egészségkárosodást okoz, amelyből a szervezet meggyógyul ugyan, de hosszú távon már fokozódik a rákos megbetegedés kialakulásának kockázata. 10 szíver dózis már halálos sugárfertőzést okoz. 1/10 szíver dózis nem okoz kimutatható sugárbetegséget, de hosszú távon a rákos betegség kockázatát megnöveli. 1/100 szíver dózis sem sugárbetegséget, sem hosszú távú rákos kockázat növekedést nem okoz. A vállalkozásommal kapcsolatban nagyon sok helyre be kellett mennem irodákba emberek közé, és készfogás kerülése alkalmával is nagyon rossz helyzetbe kerültem, mert elfelejtettem, hogy nekem milyen a kezem, kezet fogtam, és utána megkaptam olyan jelzőket, hogy még egyszer ne próbáljak kezet fogni, és akkor utána eldöntöttem, hogy továbbra is ugyanúgy bejárok irodákba, mert ugye ügyfelekkel kell foglalkozni, hogy nem fogok kezet velük, hanem lejátszom azt, hogy bevizeztem a kezemet, és tartottam a csuklómat, hogy úgy fogok kezet, mert jaj, vizes, vagy gyorsan, ha nem volt víz, akkor ugye kenőcsel bekentem, ugye, és gyorsan megint ezt a jelenetet lejátszottam, hogy jaj, tudod, mert cementet szállítottam, minden meg, vasat véletlen kidörzsöltem, be van kenve a kezem, de sosem mutattam a tenyeremet, mert mondom, nem mertem. Kaptam olyan segítséget is, hogy kenjem be nagyon jól a kezemet, fóliázom be, húzzak rá kimondottan gyapjú kesztyűt, és ugye akkor így kellett egész este aludnom. Akkor javasolták azt, hogy ha bekenem a kezemet, és ha dolgozok, akkor szintén vegyek fel gyapjú kesztyűt, és akkor úgy dolgozok. Ugye nem tudom hány 100 párt vettem, ugye, hogy arra is gondoltak az orvosok, hogy lehet, hogy allergia. És akkor ugye próbáltam tényleg mindent megmozgatni, és sajnos már elég nagyon-nagyon rossz gondolataim is voltak, hogy ha kimerem mondani, hogy akár a kézelvesztésemet se bántam volna, mert csak a kezemen volt az a betegség, és nem tudtam, hogy mi lehet, már csodákat vártam, semmi nem történt. Majd 2012-ben kint voltam a gyógyfürdőbe, és jöttem hazafele, és a nejem nézett egy műsort, és ott látott egy zenész kollégát, hogy neki vérnyomási problémái, súlyos vérnyomás problémái voltak, és egy barátja ajánlotta neki ezt a gyógygombát. És mivel hogy én is vérnyomás problémával küzdöttem, ezt a vérnyomásra kezdtük szedni ezt a gyógygombát, és meglepetésemre olyan 1-2 héten belül olyan rohamosan kezdett gyógyulni a kezem, hogy nem tudtuk, hogy mi történt velem. És tovább szedtem ezt a gyógygombát, és körülbelül olyan tavaszra 100% meggyógyult a kezem.
És akkor mondtam a feleségemnek, hogy te nézd meg, mi történt a kezemmel, teljes értékű ember vagyok, és a feleségem mondta azt, hogy várjál, mert ugye jöhet a tavasz, várjál, jöhet a nyár, és majd ki fog újra jönni. 2012-ben még az volt a szerencsém, hogy lefotóztam a kezeimet, hogy fel akartam rakni a világhálóra, hogyha valaki tudna segíteni, és tünetmentessé tudná tenni a kezemet, tehát elég komoly összeget szerettem volna felrakni. De mivel, hogy bejött ez a nagy szerencsém, hogy elkezdtem szedni ugye a gyógygombát, hát teljesen megszűnt. És azon is meglepődött, hogy elmesélte előzőleg, hogy mindenféle szerrel úgy próbálta ideig gyógyítani, hogy rákente. De ezt még nem rákente, hanem szájon keresztül kezdtem szedni, és mondom, annyira rohamosan meggyógyult, hogy még voltak különböző problémáim is, és annyira azok is elmaradtak, például erősen kezdett hullani a hajam. És mivel zenész is vagyok, hát egy kicsit meg voltam ijedve, de belenyugodtam, mert mondom, a kopaság is divat. És csak rohamosan, hogy fürdök, fésűködök hajamat, nincs hajszál a fésűn. Nem gyarapodott a hajam, de megállt a hajulásom. Valamint a körmeimmel nagyon komoly bajok voltak, nagyon töredeztek, nagyon. Épp hogyha a kesztyűnél valami, tehát volt, hogy már húsig szakadt, minden, hát nem tudtam elképzelni. Megerősödtek a körmeim. Mindenki arra azt mondta, hogy vitaminhiány. Na most én az, aki tényleg próbálok egészséges életmódba élni, gyümölcsöket, mindent enni egyéb, és ugye akkor sem múltak el. És ahogy szedtem ezt a gyógygombát, azok is megszűntek. Tehát a döbbenetes az, hogy 16 évi kínódás és szenvedés után vált tünetmentessé, és megszabadult egy olyan tehertől, ami már szinte elviselhetetlenségig nyomasztotta az életében. Az orvos sok és az egész orvostudomány, ez tehetetlen volt, és nem tudtak segíteni önnek, igen, bármennyire szerettek volna. Igen, közel 40 bőrgyógyász kerestem fel. Tehát ez a döbbenetes, hogy a gyógygombák olyan esetben is tudnak segíteni. Egyébként nagyon sok ilyen eset van, és nagyon különféle esetek, amikor a hivatalos orvostudomány tehetetlen, annak ellenére, hogy kipróbáltak mindenféle gyógyszert, hivatalos gyógyszert, amit ilyen esetekben használhatnak gyulladásos bőrproblémáknál. De valószínűleg önnél, ahogy említette is, ez egy szisztemikus, az egész szervezetet érintő betegség volt, ami éppenséggel a kézen nyilvánult meg tünetekben. Igen, igen. És valószínűleg az immunrendszernek a nem megfelelő működése is hozzájárulhatott az, ahhoz, hogy ezek a súlyos tünetek kialakulnak, egy autoimmun folyamat alakulhatott ki a kezében, amit sikerült a gyógygomba kivonatok immunszabályzó segítségével, képességével teljesen tünetmentessé tenni. Azokban az országokban, ahol ismerik a gyógygombák ilyen hatását, ott használják atomkatasztrófák idején a gyógygombákat is, a tüneteknek a csökkentésére, enyhítésére, megszüntetésére. Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy ez egy pont megfelelő terápia volt az ön esetében. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a történetét, és remélem még nagyon sok emberen tud segíteni, akik hasonló helyzetben járnak, és akiken mások nem tudnak segíteni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elmondta. Én köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy foghatok kezet, mint egészséges kézzel. Én is köszönöm szépen, hogy eljöttem. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Ne feledjék, az egészség a legfontosabb kincsünk. Hogy megőrizhessük, kerüljük a stresszt, a dohányzást, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, és mindenképpen mozogjunk, sportoljunk valamit.